Szép jó reggelt kívánok! Ismét jelentkezik Cápák konyhája. Egy új tartalom. A tegnap megtörtént a stream műsor, az élőadás. Elég sok új ember, fiatal ember csatlakozott be a műsorba. Ennek örülök. És egy picit bemutatkoztak, hogy tudjam, hogy körülbelül kik követik a csatornát. És ma akkor egy főzéssel fogom folytatni. És akkor beszeretném mutatni az alapanyagát ennek a főzőműsornak, az nem más, mint a lestján. Tehát ez egy leostján, ez egy fűszernövény, a gyökerétől a magjáig fel lehet használni a leveléig, és majd egy lestjános, tárkonyos krumplileves fogok elkészíteni ebédre. Ezt kívántam meg, és ezt a gyógynövény, mert gyógynövényként is használták, és gyógynövény is. Illóolajokat is tartalmaz, tehát nagyon széles spektrumú a felhasználása ennek a növénynek, a lestjánnak. Úgyhogy kérem, tekintsék meg azt a videót is, amit elkészítek a főzéssel kapcsolatban, tehát az ebédet. El fogom készíteni ezekből az alapanyagokból. Tehát lestjános, tárkonyos krumplileves. S ez a fűszer növény, gyógynövény Afganisztánból származik, Dél-Kelet-Ázsiából, abból a térségből, és régen még illatosításra is használták, tehát szagoscipőbe is beletették, tehát nagyon széles spektrum volt régen a felhasználása. Ma például nem akarok reklámot csinálni, de van egy bizonyos fűszerkeverék, annak is jellegzetes fűszere ez a lestján. Nem akarom kimondani a nevét, mert reklámot nem csinálok senkinek, tehát az én brendemet építem. Tehát még egyszer itt van, és Karcsi barátom, egy zenész barátom adta nekem eztet, most szedte a kertjéből, és akkor ennek az ételnek a bemutatása történik, úgyhogy köszönöm szépen a követőimnek, köszönöm szépen mindenkinek, aki követi ezt a csatornát, és csodás szép napot kívánok mindenkinek, viszont látásra, viszont hallásra.